Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, szerbusztok! Itt vagyunk újra, amint mondtam, folytatjuk, végigvisszük ezt az egészet. Már csak pár évünk maradt, amíg ezt a slavery-t ezt fenn kell tartani. Erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy ezt fönn tudjuk-e tartani, remélem fönn. És akkor ugye az arisztokraták megerősödnek, meg a parasság is megerősödik, és létrejön ugye a Missouri kompromisszum, így nem létrejön. De azt hiszem létre fog jönni. Igen. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de az a lényeg, hogy ne törjön ki polgárháború ezzel kapcsolatban. Ugye a múltkori polgárháborúban jó oldalra álltunk, ez volt a nagy szerencsénk, így aztán sok mindent meg tudtunk még alkotni magunknak. Most a gyerek munkát azt kiütjük, az ide most nem kell nekünk. Workers Protection, Child Labor az jó lesz, ez is a legmagasabb, ez is. A Migration Controlnál maradhatunk, migráció jöhet, de mindegy. Tehát akkor igazából Amerikában a Human Right az végigmegy, ott minden a legmagasabb szinten lesz, tehát ebbe nem lesz probléma. A Public School-nál én néztem, hogy lehet, hogy ez Private School-ra át kéne állnunk, de ebben bizonytalan vagyok. Ez a legideálisabb, hogy ugye mindenki által elérhető, mindenki számára elérhető az oktatás. Itt van egy legmagasabb szintű healthcare-ünk, az is nagyon jó. A Dedicated Police Force-t én fölhoznám ide, de az nagyon nagy kiadás. Homesteading az marad, ezt nem is fogjuk változtatni. Per capita taxation-t én azt arra átgondoltam amúgy, hogy consumption-based taxation lehetne, de nem elég nagy az emberek fogyasztása. Tehát éppen ez a probléma, itt azért látjátok is, hogy 323k-ra esne le, így aztán pedig most jelen esetben mindenkinek adózni kell. Ezért is mondom, hogy ez a land-based taxation, akinek van földje, az fog adózni. Itt van egy Proportional taxation, ez nem tudom, mainly income-based tax system, ez azt jelenti, hogy mennyi a bevételed, annyit fogsz, azután fogsz fizetni, ez a bevétel utáni adózás. Ez egy mai helyzet, ez amúgy nem rossz, ez bevételek után adózol, ha van bevételed, akkor van adóterhed, teljesen egyértelmű. Vagy van még itt egy ilyen graduated taxation, ez a way to do through, ez attól függ, hogy mennyire vagy tehetős, annyit fizetsz, tehát ez inkább akkor maradjunk ennél a proportional taxation-nél. És ezt lehet, hogy keresztül lehetne vinni. Meg lesz a child labor. 51%. Nagyon, nagyon. Ha meg lesz az 51%, akkor az tényleg... Standards of living, middling. Ezt tényleg nagyon fel kéne durrantani. Authority, bürokráci. Igen, nagyon nagy a kiadás. Kiadás oldalon ott vagyunk rendesen. A welfare payment az nem is nagy. Ez nem is nagy. Most komolyan, ez nem nagy. De még Texasban még mindig nem szedjük a bevételt meg Kaliforniába, tehát ott azért majd rá kell lépni a dolgokra. Advanced debate stál. De a success lesz -e szerintem, ez biztos, hogy meg fogjuk szavazni. Jó, közben szerintem menjünk neki Mexikónak. Ezt el kéne hozni, ezt a... Jaj, de rosszul csináltam. Na újra. Kell nekünk egy nem Veracruz, Bay of California. Conqueror. Így van, Bay of California. Elkezdjük a harcokat. Jó, újabb adóemelés. Köszi. Standard of livings. Nem. Ezt lejjebb csökkentjük, így, ez megy föl. Na hajrá! Military. Mobilize all general. Tudom, tisztában vagyok vele. A legnagyobb területeken. Conscript. Hadd szóljon. Hát várjatok, már nem jó. Még aktív conscript, az még ide is kéne valamennyi. Ja. Ezután pedig majd. Child labor allowed. Azt nem fogjuk. Nem. Tehát akkor ez itt most kimegy. Mit látunk itt? Van itt egy háború. Óceánia. Declare neutrality. Ebbe nem folyunk bele. Van egy saját harcunk, ahol, ha jól látom, Oroszország szupportálja őket. Ne szupportáld, légy szíves, Oroszország. Ne szupportáld őket! Oroszország! Hát mondjuk 600 batáliont azért az nehéz lesz szétvágni. Nem is örülnék neki, hogyha ilyen dolgok lennének, de az a baj meg, hogyha én most itt visszavonulok Oroszországtól, mert akkor Oroszországot legalább egyedül egy V1-be kéne leütni itt Alaszkába. Viszont, hogyha Oroszország bejön ebbe a harcba, esküszöm, oda lépek neki. Be kéne hívni Németországot valahogy. Nem tudom behívni. Anglia. Anglia el van foglalva. Skandinávia. Franciaország, senki, srácok, senki nem áll velünk szóba. Az a baj, nagyon el vagyunk szigetelődve. Igen, hát lehet, hogy innen vissza kell vonulni. Jó, akkor viszont innen vissza vonulunk, akkor Mexikóra nem is megyünk rá így. Így nem ugrunk rá Mexikóra. Micsoda! Elveszítettem Mexikót. Vagy Kaliforniát. Mi a fene? Így visszavonultam, és elveszítettem Kaliforniát. Ez igen? Wow. Hogy a fenébe? Hú, Mexikó, na gyere! Kapsz olyat! Jó, hát... hát ezt vissza kell szerezni. 4 év. 4 év múlva visszaszerezzük akkor Kaliforniát. Jó, oké. Köszi Oroszország, hogy rohadj meg, hogy ebben most így beleszálltál. Aj, Istenem, de rossz. De nem kellett volna. Így azért elég nagy populációt veszítettem, de mindegy, vissza fogjuk ezt foglalni, szóval semmi gond. Jó, akkor úgy kell felkészíteni a hadseregünket meg mindent, hogy az oroszokkal is szembe kell szállni. Oké, tehát nem lehet csak úgy kihátrálni egy-egy ilyen harcból. Ez gyakorlatilag hihetetlen. Hihetetlen, hogy ilyen van. Na de no. Pedig kellene a német erő. Így se. Így se. Jó, mindegy, akkor a törvényekkel foglalkozunk, és Mexikóra aztán újra rálépünk. Slavery, minden megy. Hát ez nem úgy alakult. Na, itt most nagyon mérges lettem egy kicsit a játékunkra. Nagyon jó. Jöjjök. Ja, fedez, nem fog keresztül menni. Még mindig nem sikerült megszavazni. Jó, hát ez nem egy egészséges dolog most itt. Exclusion. %, pedig direkt nem arra mentem. Ez nem lesz meg. Na nézzük meg így, hát ha. %az esélye annak, hogy nem csökken. Az jó. Jó, tehát akkor keresztül vittük. Így kell ezt. Jó, keresztül van véve ez a törvény. Tökéletes. Per capita taxation-t azt néztük, hogy ezt kell megcsinálni, mert az plusz bevételt jelent nekünk, igen. Igen, vagy, protect the speech, women's suffrage, migration control, close border, ez nem. Dedicated police officer, ez nem. National suppress. Itt minden a... Hú, pedig ez jó lenne. Lojalisták, radikalisták, authority. Legyen. Figyeljetek, akkor csináljuk azt, hogy a... hogy az adózásnál a jövedelem utáni adózást azt beállítjuk. Jó, büdzsénél. Tudok-e új adót kivetni? Nem. Nincs több termékadó. Jó fa lesz, tehát azzal is haladunk. Jó. Oké, na erre várok már nagyon, hogy ez lemenjen. British Republic. Hát igen. És miért vagytok ti rosszba velem? Ki tudja. Németországban mi van? Gottlieb Matthei. És mi van ő? Kancellár. Kancellár. Caroline Gehn. Magyar, de hogy magyar, nő a franciáknál, de komoly. Itt a briteknek valamiért magyar zászlója van, ezt nem tudom megemészteni, nem tudom felfogni se, de na, populáció Hungarian. Aha, nem igazán olvasztják a dolgokat a németek. Nincs ilyen nagyon ilyen átbeolvasztásuk. Nekünk nagyobb van. Na, institutions, haladjunk már. Melyiket mondjuk le? Igazából. Legyen ez, ezt lemondjuk. Ezt is lemondjuk. Így mínusz 800. És nem növekszik. Bureaucratic az investment level. Valamint csökkentsünk. Social Security. Na mindegy, ezek továbbra is így lesznek, 8-ak vagyunk, Spanyolország, de a GDP-nk érdekes, így is, hogy Kalifornia kiesett tőlünk, így is a GDP, az nem esett nagyon vissza. Nézzük csak meg, information, 2,48 millió van, azért jó, legalább nem Texas esett ki. Migráció, kifelé történő migráció van, gondolom a Dixik és ilyenkik hagyják el Mexikót. GDP 3 millió, az nem gyenge. Nagyobb a GDP-je Kaliforniának, mint Texasnak. Ez baj. Nem baj, jön a bevétel, jönnek a nagy pénzek, manék. Úgyhogy büdzsé, jöhetünk lejjebb, persze, hogy jöhetünk lejjebb, mehet fel a kiadás, mehet fel egy kicsit, na. Nézzük ezeket. Jó. Újra buildingzés. Na itt mi a probléma? Remélem nincs probléma. Mondjuk nézzük meg Pennsylvániát, populáció. Peasant. Aha, azért a parasztok körében hát nem mondd már, hogy itt 600 000 paraszt foglalkoztatás nélkül van. Jóval gyorsabban kell építkeznünk. Jóval gyorsabban. De azt addig nem akarom, még nincs megszavazva a törvény. Meg kéne szavazni ezt a törvényt. Meg ezt az Edhost, és akkor végül is a törvényekkel jók leszünk, mindent megszavaztunk, amit meg akartunk. Na, Standard of Living az már fölment 16-ra. 16 az mit eredmény? Tök jó, nagyon elöl vagyunk. Sőt, gyakorlatilag az ilyen nagy államok közül Dánia a legjobb, utána még mi vagyunk, mert ugye Krakkó az egy kis állam, a Finnország az megint kis állam, kazahok kicsik, pontiák, az nem tudom hol van, Borneo, aha, a Csendes-óceánon vannak, kazah, ezek is kazahok, de a kazahoknál elég jó az életszínvonal, de nálunk még jobb lesz. És mi vagyunk a legnagyobb népességgel rendelkező legnagyobb Standard of Living. Jó, hát azért egy 30 000-es Dániába azért nem nehéz fenntartani ilyen rendszereket. Figyelj, 40%, teljesen jó. Teljesen jó az arányunk. Ezzel még tudnék-e csökkenteni? Kell-e nekünk az, hogy csökkenj? 106? Soknak érzem még mindig ezeket is. Ebből vegyünk vissza. Aha, jó, hát polgárháború van a skandinávoknál is, köszönjük szépen. Hát akkor diplomácia, te maradtál, haver. Csak hát egyszer nem bírunk. Nem bírunk a németekkel bratyüzni. Kínaiak ugyanúgy be vannak zárkózva. Az oroszokkal meg nem akarok Costume Unionba lenni, mert vissza kell foglalni ezt a területet Mexikótól. És ők még 8 évig még obligationalnek. Ez hihetetlen. Új lőfegyver van. Jó. Az viszont Urbán. Arm Industry, Bolt Action Rifles. Úgy van. És az ammunition az nem változik. Jó, shipyard. Jó. Na, szavazás van. Szavazás van, 39%-on állunk. Alig várom. Na gyerünk, szavazás, nézzük, mit adsz nekünk. Slavery debate. Királyság. Oké, akkor a... Teljesen lezártuk a rabszolgaságot. Királyság. Uhú. Így kicsit vissza fog esni az adónk. Ajjaj. Ez bajos, de azt hittem, hogy ettől azért több adó lesz adóbevételünk lesz. Na hát türelemmel várom, szeretettel várok minden ilyen változást. Összejöhetne. És már tényleg, valamint kivel kéne összerúgni most a port, mert itt vannak mondjuk a spanyolok. A spanyolok van. Insignificant power. De ahhoz viszont deklarálni kéne interestet ide. Igen. Jó, és akkor majd indítunk egy háborút ide. Ezekre a területekre. Jó! Oké, ezt az adót meg, vagy ezt a törvényt megszavaztuk. Következő törvény mi volt? Dedicated Police Office, no police. A monarchiát hagyjuk. És ez kell. Ethnostate. Öt százalék az esélye, hogy meg tudjuk tenni. Jó. Hát legyen 5%. Egy általános adórendet hagyunk. Lojalisták. Jól vagyunk, elég sokan, 12 millió lojalista van, az még oké. Furcsaság, Kaliforniát nagyon vissza kéne szerezni. Most tényleg olyan, mint a mérgezettek él vagyok nélkülük. Dénis proletárián revolt. Igazából a dánoknak is háborút, hadat lehetne üzenni. A North Sea, az mit? Oh, az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. Central America. Milyen országban igazából? Ecuador. Kellene nekem az a terület Ecuadortól? Igazából nem. Tehát maradjunk a Karib-szigeteknél. Így. Na, hol vagytok? Karib-szigetek. Isten megáldjon. Conquer Bahamas. Bahamák. Na, próbáljuk ki a Bahamákot. Dixie HQ. Promotálni tudok? Nem tudok. Field Marshal. Ó, az jó. Oliver Ross. És Dixie-be vagy, barát? Akkor mobilizálunk. És hát mondjuk akkor itt a Dixie-knél. Kapd össze magad. 11. Szerintem az működhet. 11. Jó, úgy látom, nagyon más nem fog belépni ebbe a háborúba, de majd azért még itt érdekességek lesznek. Interaction, és ez az egy területe van? Jó, jó, akkor az úgy maradhat. És egy hadiflottája van, azt még szétütjük. Király, bürokrácia, hát az nem lesz jó. 12% adót bukunk, azzal, hogy nincs elég bürokrácia. Buildings. Government Administration. Igazából épül mindenhova. Tehát... Jaj, nézzük, hol vagy. Ott. Jó, ez kell. Ezt kell előre földobni. Jó, kicsit így akkor az adminisztrációt előre vesszük, rendben. Azt megépít, vagy megszavaztatjuk, és jön egy háború, ahol a Bahamákat is elfoglaljuk. Jó, hát Karib-tenger kalózai leszünk. Presztis szintjén 10. helyre estünk vissza. Miért? Bengál, Skandinávia megelőzött. De mibe? Mibe előzött meg minket, hogy visszaestünk. Jaj. Fogadjuk el Oroszországnak ad Costume Union. Próbáljuk meg. Can take on Russian debate 31 millió of obligation, igen. Jó, és... Háború nélkül miénk lett a Bahamák? Jó. Oké. Háború nélkül miénk a Bahamák? Kell nekem itt egy... Mit is mondtunk? Nem ez? Decrease... Incorporate ez, ugye? Ez a kettőnek kell már csak incorporate-nek lennie. Oké. Akkor az megvan. Haiti, hogy ez? Haiti. Mi a helyzet? 14 meg 5. Ez itt mi? Jamaica. West Indies. Interaction. Nem tudok. Interaction. Haiti. Haiti és Santa Domingót el lehetne foglalni. Etnosztét. Na, gyerünk már! Fogadjátok már el! Az Isten megáldjon benneteket, hát. Jó, felugrott az adó. Miből adódik az össze? Ja, szerintem a sok adminisztráció. Bizonyám. Az adminisztráció. Mennyit számít ebbe a játékba az adminisztráció. Te jó Isten! Mást ugye még nem enged nekünk fölhozni. És rangban is jövünk föl. Hú, visszajöttünk a 8. helyre. Rendben van. Hát én lehet, hogy megkockáztatok itt Haitival egy háborút. Ja, kicsit beteg vagyok, de semmi baj, mert ezt megtesszük. A britekkel még mindig jóba vagyunk, Film Unlocked, technológiánk, oké, büdzsé. Büdzsébe néztük, hogy akkor a katonai kiadásokat is fel kell dobbantani egy pöppet. Jó. Mennyi railway fejlesztés. Szimpatikus. Jó, akkor a railway fejlesztésünk hadd jöjjön, az meg lesz. Russian damaging. De Russian megint miért? Megint beáll ellenünk a harcba. Oroszország. Viszont akkor hogyha lúd legyen kövér. És akkor abba is beleállok, és akkor beleállok a conscriptionbe is, hogy akkor mindenkit fölhúzunk, és akkor erőszakkal fogom elkövetelni ezeket a területeket. És akkor megmérkőzünk a nagy orosz hadsereggel is. Hát remélem jól fogunk állni. Az oroszokat valahogy innen ki kell teljesen paterolni. Húzzunk már még be valakit ebbe a harcba, hát egyszerűen nem hiszem el, hogy senki nem akar minket támogatni. Itt lenne Britannia. Jó, na, most szedjük össze magunkat. Ezt lejátsszuk, gyerekek, ezt lejátsszuk itt. Jó, hát nem sikerült az oroszokat innen kivásárolni, sőt, nagyon, nagyon is rosszba vagyunk, de Oliver Ross Advance Front oda már is mehet. Edmund Fischer meg majd odaver egy kicsit. Természetesen Vice Admiral, minden leszel barátom, minden is. De pedig majd... hát ide egy kisebb hadsereg is elég lesz. Jó, kitört a háború. Oké, és kellene nekem egy Jefferson Edridge Naval Invasion, ha IT. Kell oda egy... Leland Patterson, jó. És hát akkor mindenki mást pedig ide. Hogy lehet őket amúgy egybe tenni? Nem lehet az, hogy valaki így együtt lefoglalja őket? Nincs ilyen megoldás. Na hajrá! Akkor a teljes sereg elindult. Ha itt el kell foglalni. Az Alaska front az nem a legerősebb. Standard of Living-et fölnyomjuk. Így van, ők támadnak, de megvédjük magunkat. Simán. És Technology. Ugye azt továbbra is nyomjuk. Ezt. Oké, Concentrate Fortification, ugye ez lesz a legjobb majd az oroszok ellen, ez plusz 40% Army Defense-et ad, ez nagyon nagy. A büdzsét, hát meg kell emelni a bevételeket. Ezt egy kicsit lejjebb vesszük. Sőt, nagyon lejjebb vesszük, így. Állandóan állítgatni kell. Jó, nagyon jól védekezünk egyelőre. Ezt pedig remélem megszavazzuk. People's Party maradt, radikálisok elmentek. Jó, nincs új törvény, amit meg szeretnék szavazni. Jó, Oroszország. Aha. Hát hamarosan már én is oda tettem annyi embert, mint ami neki van. Russia, mi a helyzet? Russia! Kiütlek innen úgy, hogy kiütlek a gatyádból, a füledből kiváglak, rássá. Na gyerünk, adjunk ezeknek is egy nagy pofontost. Haiti hadseregnek, és akkor szálljuk meg Haitit. Tökéletes. 31 egységgel indultunk 18 ellenében. Csak remélni merem, hogy sokkal jobb a hadseregünk. Nézzétek meg, Regular Troops in Haiti. Haiti, szerintem sokkal jobb ez a csapat. Bár mondjuk Deadbe igen erősen hasonulunk. Jó, mit látunk? Egyelőre még mi vagyunk a sokkal jobbak. Na nézzük, ott ők is visszavernek minket, de egyelőre halottak számába ugyanott állunk. Jó. Az a lényeg, Haitit kell szétütni. Széjjel vágni, mert ha Haiti a miénk, attól még Oroszország ott maradhat. Na, de nehezen akar ez elfoglalódni. Azért az orosz flotta ide megérkezett. Jó, mindegy, a hadsereg itt már partra szállt. Na, gyerünk, oké. Tovább. Tovább. Következő. 91 divízió. Az jó. 8. Elég sok orosz jön még ide. Erre a frontra. Mindegy, meg kell velük mérkőzni, az a lényeg. Na, ezen a fronton hogy állunk? Aha, jó. Jó, hát azért az amerikai ipar nincs arra fölkészülve, hogy ekkora háborúkat viseljen. Így is azért ez látszik is, nézzétek meg, nagyon megterheli a pénzügyünket. Na, a következő. Hát ha itt még vagy két ütéssel lehet elverni. És nem akarom, hogy ide érjenek ezek az orosz csapatok. Fú, nagyon nem. És a morál nagyon alacsonyan van. Pedig a pénzt folyósítom nekik, mint állat. És pedig sokkal jobb a taktikánk, a harci taktikánk, de még így is nagyon nagy veszteségeket okoznak. Hoppá, ideért egy csomó orosz. Az igen. Nem baj, ha itt akkor is kiütjük. Még peace, hogy állunk? Ha Alaszkáról lemondunk, attól még Haitit, ezt meg lehetne csapkodni. Elég keményen. A rohadék, hogy ide küldte azt a seregét. És az a baj, elverte a hadiflottát is, tehát hogy nem fogunk tudni túl könnyen visszaáramolni oda. Ja, hát itt neutrálisok leszünk. Védekezésben egész jók vagyunk. Ezt a komát valahogy át kéne tenni itt védekezésre. Aha, itt ugye nincs senki. Semmi baj, ezt a részt itt védjük meg. Ne kérdezd. Ne kérdezz, nem tudom mi folyik itt gyöngyösön. Ezeket a kicsiket, ezeket csak ilyen védelemre állítsuk be. Peace deal, Haiti és Santo Domingo, az még meg lehetne. Kell-e az nekünk? Kell-e nekünk? Ugye ezt most visszafoglalná? Érjük be ennyivel, jó? Én elmondó vagyok, érjük be ennyivel. Alaszkát most engedjük el, Purpose Peace Deal. Haiti és Santo Domingo megvan. Ja jó, oké, Alaszkát nem foglaltuk még el, semmi baj. Oké, ez megvan. Ez az. Na mi van veled, Oroszország? Rohadék. Nagyon keresztbe tesz nekünk. Nagyon-nagyon keresztbe tesz nekünk ez a rohadék. És a saját kontinensünkön, érted? Ahol ki akarunk ütni onnan mindenkit, keresztbe vág. Incorporate, úgy. Javole. A railway az meg lesz, és akkor jó lesz, jók leszünk időben is. Jó van, srácok, akkor most már csak Oroszországtól el kell foglalni Alaszkát, és újra neki kell menni Mexikónak kőkeményen, a lehető legundorítóbb, erős módon neki kell ugrani Mexikónak, el kell foglalni Mexikót, és akkor arra még várok mindenkit majd vissza szeretettel, hogy hogyan fogjuk tudni Mexikót szétütni. Én igazából belemennék abba, hogy Mexikótól még több területet elfoglaljunk, meg Oroszországtól elvegyük Alaszkát, mert hogyha Alaszkát el tudnám szedni, akkor már végleg kiütöm Oroszországot, és akkor gyakorlatilag az egyedüli nagyhatalom, aki itt marad, az a Anglia és Franciaország. Spanyolországot nem tekintem nagyhatalomnak, hiába van itt köztük, 7. helyen, akkor si tekintem nagyhatalomnak. Úgyhogy haladunk szépen a győzelem útján, de ezzel már nagyon jó helyen vagyunk itt. Ezzel már nagyon jó helyen. Na, akkor innen fogjuk folytatni, köszönöm a türelmet, és várok mindenkit vissza. Szervusztok!